Nagyon szépen köszönöm, üdvözlök én is mindenkit, köszönöm a meghívást. Egy kicsit kakuk tojásként vagyunk mi itt jelen, hiszen egyikünk sem, akik elindították ezt a projektet, egyikünk sem pedagógus, nem a pedagógia világából érkeztünk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy pedagógusokat ne vontunk volna be projektünkbe. Mi egy másik kihívásra szerettünk volna reflektálni, mégpedig arra a kihívásra, hogy azt figyeltük meg, hogy a kulturális emlékhelyek, illetve kulturális emlékek iránti fiataloknak, az Z-generációnak az érdeklődése kezd halványulni. Ezért természetesen egy felgyorsult világban többé-kevésbé mondhatjuk úgy, hogy magától értetődő, rengeteg dolog vonja el a figyelmüket. És arra gondoltunk, hogyha mi egy 10-15-20 év múlva ugyanolyan látogató mennyiséget szeretnénk produkálni a határon túl, ugye Kismarton, illetve Flachnói emlékhelyeken, kultúrás emlékhelyeken, akkor most kell megszólítanunk ezt a generációt, és ez a generáció azokon a platformokon keresztül jobban elérhető, amelyek, hát valljuk meg őszintén, ezt az Z-generáció tulajdonképpen már együtt születik ezekkel az eszközökkel, akkor megpróbálunk kialakítani egy ilyen projektet. Mi egyébként ugye a határ túloldalán vagyunk, ettől függetlenül értelemszerűen magyar kulturális emlékeket őrzünk, és számomra kifejezetten fontos az, hogy ezek a magyar kulturális emlékek eljussanak a magyar diákok, magyar fiatalok, és értelemszerűen később majd ő általuk a családjukon keresztül generáljon egy látogató mennyiséget. Itt visszacsatolnék egy gondolatra, ez az érzelmi bevonódás. Számunkra ez nagyon-nagyon fontos, és Nánási elnök úr gondolata, ahol egy ívet Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország között hozott, ez számunkra egy kicsit szélesebb ívet jelent. Mondjuk úgy, hogyha az eszterháziakról beszélünk, ugye volt egy eszterházi, akinek a birtokában volt egy vár Munkácson, akinek aztán egy másik vára lett a mai Frachnó, mai Burgenland területén, ugye Nyugat-Magyarországon. Mi ezt az ívet szeretnénk, vagy szerettük volna bejárni, természetesen a kezdetektől fogva nem csak és kizárólag a mai Magyarország területén lévő diákokhoz szóltunk, hanem a határon túli diákokhoz is. Óriási büszkeség a számunkra, hogy Szlovénia kivételével az összes határon túli országból volt az elmúlt, most már hetedik évben csináljuk a versenyünket, volt iskolánk. Még egy nagyon érdekes visszacsatolás az itt elhangzottakhoz képest, hogy mi kifejezetten monitorozzuk azt, hogy a nálunk versenyben szereplő diákok hogyan, milyen módon jönnek vissza családdal, esetleg iskolával, osztálykirándulások keretében. Amennyiben az utazás, itt nagyon sokszor ugye maga az utazás problémát jelentett, mi ezeket az utazásokat megpróbáljuk értelemszerűen támogatni. Számunkra nagyon fontos, hogy minél több iskola ismerje meg ezt a kultúrás értéket, illetve az is nagyon fontos számunkra, hogy a határon túli kulturális emlékhelyek eljussanak a magyar diákokhoz. Volt egy program, vagy talán még mindig fut, ez a határtalanul program. Próbáltam a burgenlandi kulturális emlékhelyeket bevinni ebbe a programba, eddig sajnos sikertelenül. Ezt a feladatunkat továbbra is tartjuk, ezt nem adtuk fel, nagyon szeretném, hogyha egyszer ez bekerülhetne a programba, hiszen ha a mai Burgenland területén körülnézünk, akkor azonnal az eszterháziak mellett értelemszerűen Batthyány, Széchenyi emlékeket láthatunk.
A élménypedagógiára építettünk 2016-ban indult programunkkal, és a már itt többször elhangzott értékek nagyon-nagyon fontosak voltak számunkra. Az, hogy csapatban tudjanak dolgozni a diákok, az, hogy felkészítse őket később majd a mindennapi életre. A kreativitás nagyon-nagyon fontos, és ez egy kicsit meg is változtatta az elején még történelemversenyként indult versenyünket, hiszen nagyon sokan voltak a győztes csapatok között, akik később aztán nem bölcsésznek készültek, hanem műszaki, illetve orvosi egyetemen folytatták tovább. Folyamatosan monitorozzuk értelemszerűen a visszajelzéseket, nem csak a diákoktól, hanem a tanároktól is. Nagy részben, sajnos adatokat most nem hoztam, de nagy részben bőven 90% fölött pozitív visszajelzések vannak, főleg ami a kreatív feladatok sokaságát érinti. Nagyon örültem egyébként a délelőtti szekcióbeszélgetéseknek, nagyon sok minden visszaigazolódott, ami igényként jelent meg, nálunk többé-kevésbé már megvalósult. A digitalizálás az egyik alapja egyébként, úgy gondolom, ennek a projektnek. Az, hogy az elmúlt 6 év, vagy most már 6,5 év diákmunkái mind visszakövethetők. És az, hogy egy élményen keresztül szereznek egy olyan tudást, amit aztán később azokban az oktatási intézményekben, ahova éppen járnak, vagy ahova készülnek, fel tudnak használni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna előjáróban elmondani.